Miért pont kávés emelem? Hát először is azt a kérdést kell magadnak feltenni, hogy melyik a jobb, a ritka forint vagy a sűrű fillér. A következő kérdés pedig ezzel szorosan összefügg, hogy te mit szeretnél, gyorsan néhány milliót kaszálni, vagy pedig szeretnél egy tartósan fizető, passzív jövedelmet, termelő-fogyasztói hálózatot felépíteni. Hogyha neked az első a szimpatikusabb, akkor abban nem nagyon tudok neked tanácsot adni. Próbálkozz talán valamelyik olyan hálózattal, amelyik jó nagyot ígér, nem tudom, kriptovalutás vagy aranyos hálózat talán. De hogyha neked a második a szimpatikusabb, és úgy gondolod, hogy az a mondás igaz, hogy jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint, akkor neked egy olyan hálózatra van szükséged, amelyiknek olyan terméke van, amelyik valóban kiváló minőségű, és nagyon ismert, nagyon sokan fogyasztják. Nem tudom én, mint az alapélelmiszerek, vagy háztartási tisztítószerek, edények, hasonlók. Ezeknek a termékeknek egy részét nem fogod megtalálni MLM-es forgalmazásban, de olyan is van, amelyeket igen. Most itt nem akarom a nevét mondani, mondjuk a különböző edényeket forgalmazó MLM hálózatnak, de biztosan hallottál már róla. És valószínűleg arról is hallottál, hogy egy ilyen üzleti formában az a lényeg, hogy minél több új vásárlót csatlakoztass a céghez, mert abból jön a te bevételed. Tehát ezeket a termékeket neked valahogyan ajánlani kell olyan embereknek, akik még ezt nem fogyasztják. Most képzeld el azt a szituációt, hogy mondjuk mondod a barátodnak, hogy rakja össze a szennyesét egy nejlonzsákba, és jöjjön el hozzá, mert meghívod egy mosásra. Jó, tudom, én ezt most egy kicsit kisarkítottam. Nyilván meg lehet találni annak is a módját, hogy egy mosóport jól lehessen tovább ajánlani, de én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel könnyebb egy egészséges és finom ízű ganonermás kávét ajánlani, mint bármi mást. Ugyanis egy kávéstasak az elfér a zsebedbe, elfér a táskádba, így bárhol és bármikor tudsz hálózatot építeni, mert az mindig kéznél van. Ráadásul lazán és mindenféle nyomulás nélkül, mert a DX-en nem támaszt semmiféle teljesítmény elvárást a tagjaival szemben. És a kávézás az teljesen szervesen összekapcsolódott az emberi társadalommal, hiszen egy jó kávé mellett beszélgetünk a barátainkkal, az üzletfeleinkkel, sőt, egy jó kávé mellett még új emberekkel is szívesen ismerkedünk össze. Hát ezért gondolom én, hogy a DX-en ganodermás kávéja és az internetwork empatikus hálózatépítési metódus egy jó választás, hogyha te passzív jövedelmet szeretnél magadnak felépíteni. Ha nem szeretnéd a következő videókról lemaradni, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Hogyha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, akkor írd meg kommentbe a videó alá. Tarts velem és váltsunk azt ott együtt!